Rangos országos rendezvénynek adott otthont a napokban a Karcak Kincse Művészeti és Konferencia Központ épülete, mivel az előző évben városunk első embere Szepesi Tibor nyerte. A Szféra Európa Kft. Által létrehozott év polgármestere díjat, így ebben az évben településünkön került megrendezésre a nagyszabású esemény, melyre az ország minden pontjáról érkeztek polgármesterek, városvezetők. Minden évben internetes szavazáson voksolhatnak az emberek az év polgármesterére, az év alpolgármesterére és az év jegyzőjére. A rendezvényen adták át ismételten a díjakat. 30 évvel ezelőtt hoztuk létre a Városi Polgármesterek Rendezvúját. Unikális esemény, úgy gondoltuk, hogy a polgármesterek egyszer egy esztendőben meghallgatják a legnagyobb cégek, illetve államtitkár, miniszter beszámolóját, de találkoznak, beszélgetnek, és jó ötleteket tudnak egymásnak adni. Ez bevált, ha nem vált volna be, akkor 30 év óta nem csinálnánk ezt az eseményt. Kulturális műsor is színesítette a rendezvényt. Gánóczi Ferenc középiskolai tanár egy népmesét adott elő. A Karcagi Polgármesteri Hivatal Hív a Dal kórusa, a Karcagi Elker Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanáraival pedig dalokkal kedveskedett a megjelenteknek. A tavalyi rendezvénynek helytadó Zalaegerszeg megyei jogúváros polgármestere Balait Zoltán jelképesen átadta a stafétát az idei házigazda Karcagváros polgármesterének, Szepesi Tibornak, aki ezt követően köszöntötte a megjelenteket. Egy ilyen hosszú rendezvény, ha évről évre mindig megrendezésre kerül, akkor az jelent valamit. Jelenti azt az összefogást, jelenti azt az elköteleződést, amelyet köszönhetünk a Szféra Európa Kft.-nek, Holtványi Tamásnak, és természetesen azoknak a támogatóknak, a minisztériumnak, az államtitkárságnak, hogy odafigyel a polgármesterekre, odafigyel azokra a városvezetőkre, akiket évről évre köszönhetünk más-más településen. És odafigyel arra is, hogy díjat adjon, díjak kerüljenek átadásra, ezzel elismerve azt a munkát, amelyet a város élén, a város vezetésben, a hivatal vezetésben végeztünk az elmúlt években. Ez a díj egyfajta elismerés és egy jutalom, amely azt a hitet igazolja, amellyel dolgozunk, de én azt gondolom, és ezt a saját példámon is érzem, hogy felelősséget is ad a következő időszakra, hiszen szavaznak erről a díjról, az állampolgárok szavaznak, a városban élők, lakók szavaznak, és ezzel elismerve azt a munkát, amely elvégzésre került. Dr. Dukai Miklós önkormányzatokért felelős államtitkár a rendezvényen elmondta, ennek a díjnak azért van igazán nagy jelentősége, mert egy-egy közösség tud a polgármesterére, alpolgármesterére és a jegyzőire voksolni, és az ő szavazataik alapján kerül ki aztán a végső győztes. Ez alapján az év polgármestere lett Hernádi Ádám Esztergomból, az év alpolgármestere Szelesz Szabolcs Győrből, míg az év jegyzője dr. Bodnár Attila Badacsony-Tomajból. A díjakat, melyek Szász Endre linó metszetei voltak, államtitkár úr és dr. Oltványi Tamás adta át. Az év polgármestere Hernádi Ádám Esztergom megyőváros polgármestere lett, aki ma sajnos nem tudott itt lenni ezen a díjátadó ünnepségen. Védekezés folyik, árvízi védekezés folyik Esztergomban is. Esztergom is önállóan védekező település. Én azt gondolom, hogy polgármester úr jó választás volt ilyen szempontból. Egy fiatal, lelkes, agilis emberről beszélünk, aki rendszeresen sokat dolgozik azért, hogy Esztergom folyamatosan fejlődjön, van iparuk, van intézményhálózatuk, iskolák, óvodák, tehát egy nagy városról beszélünk, ahol sok a tennivaló, sokan laknak, sokfajta kívánsággal találkozik, de én úgy látom, hogy a körülményekhez, a lehetőségekhez képest kiválóan megoldja a polgármester úr a polgármesteri feladatait. Aztán a év alpolgármestere, ugye Szelesz Szabolcs alpolgármester úr lett Győrből,
Győr is egy nagy és jelentős ipari település. Ha gondoljunk csak arra, hogy az Audi gyár ott van Győrben, de ezen kívül rengeteg minden felsőoktatási intézménye van, oktatási intézménye, kultúrája, nagy kulturális élete van Győrnek, és Szabolcs is, a polgármester úr is rengeteg olyan dolgot tesz, ami előre viszi a városnak az ügyét. Az év jegyzője díjat pedig dr. Bodnár Attila Badacsony Tomai jegyzője kapta, aki szintén fiatal emberként rengeteget dolgozik azért a közösségért, ott a balatonparti településeket összefogva, a jegyzői munkát szervezve, rendezve, hogy a balatonparti települések küzdve azokkal a kihívásokkal, amik ezeket a településeket jellemzik, de a kis helyi közösségekre is figyelemmel megszervezze azt az életet, azt a hivatali életet, ami ezeknek a településeknek a működéséhez szükséges. Úgyhogy én úgy látom, én úgy gondolom, hogy az idejében is nagyon jó helyre kerültek ezek a díjak, nagyon jó emberek kapták ezeket a díjakat, úgyhogy nagy köszönet azoknak, akik részt vettek ebbe az internetes szavazásban. Az 5 éves önkormányzati ciklusok lezárásaként a Szféra Európa Kft. A különösen sikeresnek ítélt városokat is köszöntötte egy külön, erre az alkalomra készült nagyméretű kulccsal. Veszprém, Szeged, Kecskemét, Nyíregyháza, Debrecen és Szarvas vezetői vették át ezeket a munkájuk elismerésekként. Az eseményen számos előadást is láthattak, hallhattak a megjelentek. Vaktler Tamás, a Porsche Hungária Kft. Ügyvezető igazgatója, Kántor Miklós, az MBH Bank önkormányzati üzletág vezetője, Boros Robin, ESG szakértő, a Magyar Telekom NRT képviselője, valamint dr. Balcó Barnabás, a Magyar Posta ZRT elnök vezérigazgatója is előadást tartott a rendezvényen. A karcagi esemény olyan értelemben formabontó volt, hogy a legnagyobb magyar cégek, amelyek az esemény szponzora is voltak, mind-mind vezetői szinten jelentek meg, és én úgy gondolom, hogy nagyon hasznos előadásokkal szolgáltak, akár a banki, vagy a postai terület, telekommunikáció terén, Porsche Hungária legújabb autókat vonultatta föl, karcagon talán, ennyi modern autót egyszerre, 0 kilométerre nem nagyon lehet látni, és ez örömteli volt, és elmondtuk, hogy jövőre Esztergomban reméljük, hogy árvízmentes körülmények között fogunk találkozni. A díjat átvevő Szelesz Szabolcs riporterünknek elmondta, hogy 30 éve részese már a győri közéletnek. Hosszú éveket dolgozott bizottsági tagként, képviselőként, és immáron 4 éve alpolgármesterként segíti a városvezetés munkáját. Ez egy óriási dolog, óriási megtiszteltetés, hogy ebben az elismerésben részesülhettem. Én azt vallom, azt hiszem, hogy hit, alázat, tisztelet és szenvedély nélkül nem megy mindez, és azt is vallom, hogy anélkül, hogy az ember nem hinne dologban nem megy. Én nagyon köszönöm és nagyon büszke vagyok arra, hogy a családom mindig segít. Én szoktam mondani, hogy feltétel nélkül szeretem a szüleimet, a feleségemet, a gyermekeimet, a hazámat és azt a várost, amelyben születtem, ez Győr városa. Győr egy csodálatos város, csodálatos értékekkel. Én azt remélem, hogy mindenkinek lesz, aki ilyenre adja a fejét valamikor egy elismerésben részese. Én köszönöm szépen a polgármester úrnak, a városvezetésnek, a képviselőtestületnek, a hivatal kollégáinak, a kollégáimnak, akik ebben segítettek. De ez nem egy szakmai díj, hanem erről emberek döntöttek, szavaztak. Ami azt mutatja, hogy talán az út, amit az ember jár, az helyes. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki a bizalmával megtisztelt. Ez egy nagy felelősség, és én az életemet ennek szentelem, hogy ennek a felelősségnek megfeleljek. Szepesi Tibor városunk polgármestere elmondta, ez a rendezvény egy kitűnő alkalom arra is, hogy a többi polgármesterrel, városvezetővel megbeszéljék azokat az aktualitásokat, melyek a településüket érintik. Egy kimagasló rendezvény minden évben, hiszen lehetőséget biztosít arra, hogy egyrészt a kormányzat résztvevőivel, másrészt pedig a települések polgármesterei részvételével egy olyan fórum kerüljön megszervezésre, ahol sok mindenről lehet beszélni, sok mindenről lehet egyeztetni.
Nyilván vannak előadások, amelyek előre mutatnak, és utat mutatnak a következő időszakra, hónapokra, akár évekre, vagy éppen most egy teljes polgármesteri ciklusra, hiszen a következő 5 éves ciklus most fog kezdődni. Másrészt pedig azokat a napi problémákat lehet felvetni, és akár kötetlen formában is a hivatalos rendezvény végén megbeszélni, amelyek egy-egy települést érdekelnek. Lehet ötleteket, és lehet olyan szakmai tanácsokat kérni idősebb polgármesterektől, nagyobb településektől, amely segítheti a munkánkat. Az esemény végén átadták Karcagnak azt a MUN elektromos gépkocsi töltőt, amit a Porsche Hungária ajánlott fel a városnak a 2023-as év polgármestere díj elnyerésekor.